A mi adventi istentiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassuk meg Istennek ígéjét úgy, amint az szól hozzánk a Lukács evangéliumának első részéből, a 39. verstől az 56. versig, amelyet leülve és figyelemmel hallgassunk meg. A Lukács evangéliuma első részéből a 39. verstől így szól hozzánk Isten ígéje. Útra kelt azért Mária azokban a napokban, és nagy sietséggel elment a hegyvidékre, Júda egyik városába. Bement Zakariás házába, és köszöntötte Elzsébetet. És történt, hogy amikor hallotta Elzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett a méhében. Elzsébet betelt szent lélekkel, és hangos szóval felkiáltott. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. De hogyan lehetséges az, hogy az én uram anyja eljön hozzám? Mert íme, mihelyt a te köszöntésednek szava fülemhez jutott, a magzat örvendezéssel repesni kezdett méhemben. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Mária pedig ezt mondta, magasztalja az én szívem az Urat, és örvendezik az én lelkem megtartó Istenemben, mert rátekintett szolgáló leánya alázatos voltára. Mert íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a hatalmas, szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre megmarad azokon, akik őt félik. Hatalmas dolgot cselekedett karjának ereje által. Szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat. Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Irgalmából megemlékezve felkarolt a szolgáját, Izraelt, ahogy megígérte atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak mindörökké. Mária pedig mintegy 3 hónapig maradt Elzsébetnél, azután visszatért otthonába. Isten áldása kísérje az ige olvasását, szívünk befogadását és annak megtartását, gyertek ezért imádkozzunk. Hálát adunk neked, örökkévaló Istenünk, ezen az adventi vasárnapon. És köszönjük meg neked azt, hogy újra elhoztad az advent idejét, a várakozás idejét. Áldunk téged azért, Uram, hogy ez idáig megtartottad a mi életünket, és köszönjük, hogy egész éven elhordoztál bennünket a te kegyelmedben. Köszönjük, Urunk, hogy készítesz egy olyan időszakot is az életünkben, amikor a megszokottól jobban figyelünk rád, amikor jobban készülünk a te fogadásodra, amikor nem csak a hangulatunkat akarod megváltoztatni, hanem a szívünket, a gondolatainkat, az érzéseinket és az egész életünket. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a várakozásban rád tekinthetünk, nem hagysz minket magunkra. És áldunk téged azért, Uram, hogy te tanítasz meg várni. Te tanítasz meg az élet útjára bennünket, hogy hogyan éljük, hogyan járjuk meg ezt az utat. Így szeretnénk hálát adni mindazért, amit az elmúlt héten megadtál nekünk. Köszönjük neked, Urunk, a te kegyelmedet, amiben hordoztál. Olyan jó látni nap, mint nap, hogy meghallgatod a mi kéréseinket. Olyan jó látni, Uram, hogy te hordozol akkor, amikor erőtelenekké válunk. Te adsz erőt, amikor elgyengülten, talán összetörten, vagy nehézségekben kell járnunk. És te vagy az áldott orvos, aki gyógyítod a mi betegeinket is. Köszönjük, Urunk, ezt a nagy kegyelmet. És hadd kérjünk most téged arra, hogy ezen a mai alkalmon a te lelked által légy jelen közöttünk. És szólj hozzánk a te igéden keresztül,
mert hisszük és valljuk, hogy nekünk most is a Te igédre van szükségünk, amely megigazít, amely megment tévedésektől, bukásoktól, amely most is kész és képes bennünket a helyes útra terelni. Köszönjük, Urunk, hogy így nyitott szívvel állhatunk most előtted. Kérünk, szólj hozzánk, és hallgass meg a mi kéréseinket. Amen. Istennek az az igéje, ami által szólni kíván hozzánk, meg van írva a Lukács evangéliuma első részében, annak 45. versében eképpen. Boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Eddig a felolvasott ige. Köszöntöm szeretettel a gyülekezetet advent első vasárnapján. Az elmúlt vasárnapon Keresztelő János családjával, az ő szüleivel foglalkoztunk, és Isten igéje arról szólt hozzánk, hogy ez a házaspár imádkozva, csendben, igazságban éli a mindennapjait, az ő fedhetetlen életüket. És egyszer csak Isten válaszként az ő imádságaikra, az ő istenfélő életükre megkeresi őket, és fiúgyermeket ígér nekik. Nem egyformán fogadták ők ezt az ígéretet. Zakariás hitetlenkedve, a felesége hittel fogadta. Kapnak egy ígéretet, amire aztán várniuk kell, míg valóra válik. Mindeközben az Úr angyala megkeresi Máriát is, és ő is kap egy ígéretet, hogy neki is fiú gyermeke lesz, ő hozza világra majd a világ megváltóját. Mindketten kapnak ígéretet, és a beteljesedésig még hosszú hónapok telnek el. De olyan jó meglátni az igéből azt, hogy ezek alatt a hónapok alatt sem szűnik meg az Isten munkája. Mindeközben Isten készíti az ő szívüket, az ő gondolataikat, az ő egész életüket arra, hogy fogadói legyenek az Isten áldásának. És méltóképpen tudják fogadni az Isten áldását. Testvérek, nagyon fontos dolgok ezek. Többször elhangzott már, hogy nem mindegy, hogy milyen fogadói vagyunk Isten áldásának. Nem mindegy, hogy hogyan fogadjuk majd el azt, amit Isten szeretetből áldásként akar nekünk adni. Ebben a várakozásban él Elzsébet, a János anyja, és ebben a várakozásban él Mária, a Jézus anyja. És ez a történet, amit felolvastam, a kettőjük találkozásáról szól. És amikor ketten találkoznak, akkor születik meg ez a bizonyságtétel, ez a hitvallás, hogy boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Testvérek, egy olyan asszony szájából hangzik el ez a bizonyságtétel, aki még nem tapasztalta meg,
hogy valóra vált volna az Isten ígérete. Ő még csak erre vár. Ő kapott Istentől egy ígéretet, és ő már mégis arról beszél, hogy boldog az, aki hitt. Ő már boldog, és az ő várakozása közben örvendezik. Figyeljük csak meg, hogy nem azt mondja ez az asszony zúgolódva, hogy meddig várjak még, hogy valóra váljon az Isten ígérete, hogy aztán örvendezhessek. Hanem ő már örvendezik, mert amit Isten mondott neki, azt hittel fogadja. Testvérek, az örvendező élet gyakran azért marad el, mert azt, amit Isten mond, azt sokszor hitetlenül fogadjuk. Az örvendező élet abban gyökerezik, hogy amit Isten nekem mond, azt én elhiszem. Akkor is, amikor talán itt egy ige hirdetésen szólít meg Isten, meg akkor is, amikor a csendességünkben szól hozzánk, és kétség kívül érezzük és tapasztaljuk, hogy ezt az Úr nekem mondta. De én ezt el kell, hogy higgyem. Az ő várakozása közben örvendezik. Még talán hónapok vannak hátra. Még nem tudja, hogy mi is lesz ebből valójában. De már örvendezik. Testvérek, egy hatalmas adventi üzenet van ebben az igében. És olyan jó lenne, ha ezt az adventi üzenetet ma elfogadnánk és megértenénk. Hogy az adventi öröm nem abban van, hogy Isten minden ígérete valóra vált, és miután valóra vált, én hátradőlve elkönyvelem azt, hogy Istenem, jól csináltál mindent. Na és ezért most már örvendezhetek. Mert minden úgy lett, minden beigazolódott, minden megvalósult. Nem. Az adventi öröm nem ebben van, testvérek. Hanem abban, hogy miközben várom Isten ígéreteinek a megvalósulását, azt hittel teszem. Hiszem, Uram, hogy így lesz. Hiszek neked. És mindeközben a hit azt is jelenti, hogy engedek neked. Nem tudom, Uram, hogy mikor valósítod meg az ígéretedet, de mindeközben hiszek, és az azt jelenti, hogy tégy velem, amit akarsz, és elhiszem, hogy az lesz a jó. Mindeközben engedem, hogy formálj engem. Tudjátok, testvérek, miért örvendezett ez az asszony? Mert nem a hitetlenségének a szégyenét hordozta. Annak örült, hogy hihetett. Ma, akik itt vagyunk, és hívő embernek mondjuk magunkat, mikor dicsőítetted az Istent azért, hogy hihetsz? Tudjátok, hányan élnek hitetlenül? Tudjátok, hányan élnek úgy, hogy nekik semmit nem mond az Isten igéje? Velük nem beszél az Úr, és ők sem beszélnek az Úrra. Mikor örvendeztél afelett, hogy hihetsz? Azt mondja Erzsébet, boldog az, aki hitt.
Nem azt mondja, hogy talán most már kezdek hinni, hogy érzem a szívem alatt a gyermekemet. Nem. Ő már múlt időben beszél, hittem, és ezért boldog vagyok. A hitem, az engedelmességem következménye, hogy boldog vagyok. Boldog az, aki hitt. Boldog, hogy úgy éli meg az ígéret beteljesülését, hogy nem a hitetlensége következményeit hordozza, hanem Isten munkája megy végbe az életébe. Testvérek, egy nagyon fontos dolgot értsünk meg ma. Ezt az az Erzsébet mondja ki, akinek a férje otthon a hitetlensége következményeit viseli, mert néma. Ő meg arról beszél, hogy boldog az, aki hitt. Mert látja a férje boldogtalanságát, hogy az meg nem hitt. És ennek következtében megnémul, míg a gyermekük meg nem születik. Ezt az az asszony mondja ki, aki nagyon tisztán látja azt, hogy van következménye a hitnek, és van következménye a hitetlenségnek is. És gyakran tapasztalható az, hogy ez egy családon belül megtörténik. A hit boldogsága, és a hitetlenség szégyene. Csak úgy zárójelbe jegyzem meg, hogy kezdem érteni, hogy nagyon sok családban miért hunynak szemet bűnök felett. Némán. Az a hitetlenség következménye. Nem tudok mit mondani. Akarok, csak nem tudok mit mondani. Szólnék, bennem van az indulat, lenne is mit mondani, de mégsem tudok megszólalni. A hit következménye, hogy ő boldog, a hitetlenség következménye, hogy a férje megnémul. Egy családon belül megtalálható ez a két állapot. Testvér, a te családodban melyik állapot található meg? Adventi időszakot megélni, adventi várakozásban élni azt is jelenti, hogy úgy várom az én Uramat, hogy közben megvizsgálom az életemet. Hogy a hit következményeit látom ott az életemben, vagy éppen a hitetlenség következményeit, a szégyenét kell hordoznom. Sokszor kesergünk azon, hogy milyen állapotok vannak. Testvérek, az nem véletlenül van ott, az nem csak úgy oda lett, hanem az valaminek a következménye. Annak a következménye, amit a múltban megéltünk. Azt hordozzuk a jelenben. És amit most élünk meg, azt fogjuk hordozni a jövőben. Nincs véletlen, minden valaminek a következménye. Olyan jó lenne valóban feltenni ezt a kérdést önmagunknak, milyen állapot van otthon. A boldog, mert hitt állapot, vagy a megnémult, mert nem hitt állapot. Minek a következménye lett az a boldog örvendezés, amiről bizonyságot tesz ez az asszony? Egy nagyon különös dolog van a háttérben. A találkozások következménye lett. Találkozott két asszony, aki gyermeket vár. Találkozik két magzat az anya mélyben, és mindőjüknek volt találkozása az Istennel. És ennek a következménye lett az,
hogy ők bizonyságot tesznek, és áldják az Urat, hogy boldog az, aki hitt. Először is találkozik egymással két asszony, amelyik gyermeket vár. Egy nagyon különös dolog tűnt fel nekem az igéből. Mégpedig az, hogy ebből a találkozásból hiányzanak a kritizáló megjegyzések. Mert hogy lett volna rá okuk. Erzsébet joggal mondhatta volna, hogy Mária, te nagyon fiatal vagy ahhoz még, hogy gyermeket vállalj. És erre válaszolva Mária nyugodtan mondhatta volna, hogy Erzsébet, te meg már nagyon öreg vagy ahhoz, hogy gyermeket vállalj. Csak hogy ezt egyikőjük sem mondja. Tudjátok, testvérek, mit látnak egymás életében? Nem azt, amit megkritizálhatnak, hanem azt, amiért áldást mondhatnak. Isten áldását keresik egymás életében. Nem lenne jó ezt az adventet úgy megélni, meg ezután minden adventet, hogy megfogadom advent első vasárnapján, hogy nem kritizálok. Lesz bajunk, és elég nehéz lesz kibírni. Nem kritizálni fogok, és nem negatív kritikákat fogok megfogalmazni folyamatosan a másik ember életére nézve, hanem áldásokat fogok keresni. Keresni fogom az Isten munkáját az életébe, és megdicsérem őt, és megdicsérem az Urat érte. Nem lenne jó? Hiszem, hogy jó lenne. És aztán megtapasztalnánk, hogy boldog az, aki hitt. Hogy elhiszem, hogy ez lenne a jobb. Annyi sokszor megkeserítjük egymás életét azokkal a kritikákkal, amiket megfogalmazunk, pedig lehet jó lenne meg se szólalni. És már többre jutnánk. Ez a két asszony, amikor találkozik, mind a kettő áldja az Urat. Olyan jó lenne ilyen asszonyi találkozásokat látni, amiben nem szapulunk senkit. Nem mondunk senkiről semmit, csak áldást. És értelmet nyerne az igeolvasásunk, értelmet nyerne az imádkozásunk, értelmet nyerne az igehallgatásunk. Mert akkor kezdenék észrevenni, hogy az életünkben mennyi minden megváltozott. Milyen jó lenne, hogyha Isten ilyen változásokat eszközölne a mi életünkbe. Aztán találkozik két magzat. Két megfogant élet, akik még nem jöttek világra, de mégis érzékelik egymás jelenlétét. Két emberi lény, akik Isten munkájának a következtében vannak ott. És ezt tudják róluk a szüleik, és ennek örvendeznek. Azt olvastam az igében, hogy a magzat repesett az anyja méhébe. Hát honnan tudta, hogy a másik anya méhében meg ott van a világ megváltója. Onnan, amit a 41. versben olvastam, Erzsébet pedig betelt szent lélekkel. Testvérek, aki engedi, hogy Isten munkálkodjon benne, és ő ezt hittel fogadja, annak Isten adja az ő lelkét. És ahová adja Isten az ő lelkét, annak az lesz a következménye, hogy felismeri a Krisztus hordozókat. Testvérekre talál az ilyen ember. A találkozás találkozásokat szül. És ennek tud majd örvendezni az ember. Ez nem valami földön túli tulajdonság. Ez csak a lélek munkája. Felismerem a Krisztus hordozókat. Felismerem azokat,
akik a hitben testvéreim. Ahol Isten lelke kiárad, ott meg majd bizonyságok születnek. Bizonyságok a másik életéről, meg a magam életéről. És így mondja ki Erzsébet, hogy boldog, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott neki. Aztán mindkettőjüknek volt találkozása Istennel. Isten elküldi az ő szolgáit, az ő eszközeit, mert találkozást készít az ő számukra. És ennek a találkozásnak a következménye az, hogy ők ott vannak az Isten tervében, amit Isten végrehajt. Istentől mindketten ígéretet kapnak. Mi tehát az ő boldogságuknak az oka? Azt, testvérek, hogy Isten ígéreteit látják megvalósulni az életükben. A saját életükben is, meg a másik életében is. Nem az, hogy te is tökéletes vagy, meg én is tökéletes vagyok. Nem. Hanem az, hogy Isten ígéretei sorra valósulnak meg az életükben. Ilyen várakozásban él ez a két asszony. Hittel fogadják, nem kételkedve, és így válnak boldoggá. Nem boldoggá avatták egymást. Nem valamiféle eljárás során mondták ki magukról vagy egymásról, hogy te is boldog vagy, meg én is boldog vagyok. Nem. Hanem az Isten munkáját tapasztalták meg a maguk életében. És ennek következtében látták azt is, nem szégyent hordozok, nem a hitetlenségem, a bukásaim szégyenét hordozom, hanem a hit áldását hordozom. Testvérek, adventben élünk, és várjuk vissza a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Nem a karácsonyt várjuk, hanem azt az Urat, aki megígérte, hogy elmegy és helyet készít a mi számunkra, és majd visszajön az övéiért. De szoktunk-e így tekinteni az életünkre, hogy Uram, te valamiért vársz. Nem csak mi várunk, testvérek. Ő is vár, hogy végbe menjenek még az életünkben azok a dolgok, amik még hiányoznak. Isten is vár, hogy kimunkálhassa bennünk azokat a dolgokat, ami még eddig nem ment végbe. És ezért lenne nagyon jó feltenni ezt a kérdést, hogy és én, Uram, közben változom. Tudsz rám úgy tekinteni, mint aki hittel fogadja mindazt, amit mondasz neki? Tekinthetsz rám úgy, mint akinek az életében beteljesednek a te ígéreteid? Milyen ígéretek váltak valóra eddig az életünkben? Mert testvérek, a hívő élettel együtt jár az, hogy Isten ad ígéreteket, és azokat valóra váltja. Kisebb és nagyobb ígéreteket. Nagyon sokszor akadály ebben a magunk hitetlensége. És figyeljük csak meg ezt a történetet, kinek lett akadály? Zakariásnak. Istennek nem. Isten túllépett a Zakariás hitetlenségén, csak egyszerűen hordozta Zakariás a következményeket. Isten meg véghez vitte az ő terveit. Sokszor vannak olyan üres járatok az életünkben, amikor szomorúan ezt kell elkönyvelni, hogy ez most a hitetlenség időszaka volt, illetve annak a következménye. De milyen jó lenne, hogyha a mi életünk olyan várakozás, olyan advent lenne,
amiben a hit ajándékait, a hit áldásait fogadom és élem meg. Testvérek, ebben a várakozásban hadd legyen kérdés, hogy boldog vagy-e, hogy látod beteljesedni az Isten beszédét, mindazt, amit ő mondott. Boldog vagy-e azért, mert hittel éled meg? És úgy csendben az is hadd legyen kérdés, hogy ott vagy-e az örvendezők között? Látod-e azt, amiért örvendezhetsz? És azt is látnunk kell az igéből, hogy Isten találkozásokat készít. Nem egy karácsonyi családlátogatásról van szó, hogy elmegyek, megnézem azokat a rokonaimat, akiket eddig nem láttam, vagy rég láttam. Nem. Isten találkozásra hív mindenkit. Ha ő ma úgy lát, hogy hitetlen vagy, akkor azért kell találkoznod vele, hogy kezdj el hinni. Ha Isten úgy lát, hogy hitedet vesztetted, akkor azért találkozz vele, hogy kezdj el újra hinni. És hogyha úgy lát Isten ma, hogy hiszel, akkor is találkozz vele, hogy még erősebb legyen a hitet. Hogy még inkább tudj figyelni arra, amit ő mond neked. Így válik majd az ember a hit következtében boldog emberré. Testvérek, az nem attól lesz, hogy a legélhetőbb körülményeket teremtjük meg magunknak. Kell az is, fontos az is, de van valami, ami ennél fontosabb. Az, hogy a lelked az élhető hely legyen az Isten számára. Hadd legyen jó az az adventi időszak arra, testvérek, hogy tegyünk félre minden rossz megjegyzést és rossz kritikát. Kezdjünk el áldásokat keresni egymás életében. Hadd legyen jó az az advent arra, hogy keressünk találkozásokat azokkal, akik az úréi és magával az úrral. És hadd legyen jó ez az advent arra, hogy megerősödjünk a mi hitünkben, aminek aztán a következménye az, hogy boldog emberként láthatjuk megvalósulni Isten áldását. Amen. Hálát adunk neked, örökké való Istenünk, azért, hogy felnyitod a szemünket azokra a dolgokra, amik sokszor megkeserítenek bennünket, mert hiányoznak az életünkből. Köszönjük, Urunk, hogy ki akar szemelni abból a rossz látásmódból, amiben sokszor megrekedünk. És köszönjük, hogy láttatni akarod velünk azt, hogy milyen az az élet, amit te szántál nekünk. Áldunk téged az advent időszakáért, Uram, hogy abban sem szűnsz meg formálni, tanítani, nevelni bennünket. Köszönjük neked, Istenünk, azokat a dolgokat, amit eddig elvégeztél, amiért áldhatunk téged. Szeretnénk ma hittel kérni, hogy taníts meg mindnyájunkat, Uram, áldást mondani. Áldást mondani rád, és áldást mondani egymásra. Annyiszor mondtunk, gondoltunk rosszat egymásról, és annyiszor keserítettük egymás életét ezzel. Uram, hadd legyünk olyan gyülekezetté, akinek a szájából megszűnik az átok szó, és áldást mondunk egymásra. Akik tudunk dicséretet mondani neked, és tudunk megdicsérni embereket. Bocsáss meg, Uram, hogyha eddig ezt nem tettük. Kérünk téged, végezd el ezt bennünk. És nyisd fel a mi szemünket azokra az ajándékokra, amelyek talán régóta ott vannak már az életünkben, de még nem mondtunk áldást érte, még nem dicsőítettünk téged érte. Áld meg, Uram, ezt az adventi időszakot, hogy hadd tudjunk mindennél jobban figyelni rád.
hadd tudjuk keresni a veled való találkozást, és ne kifogásokat keressünk, hogy miért nem találkozunk te veled. Hadd tudjunk a te jelenlétedben élni, és a te jelenlétedben megújulni, hitre jutni, megerősödni a mi hitünkben. És hadd tudjunk, Uram, boldog életet élni, akkor is, amikor talán a körülményeink nem olyanok, amilyeneket elvárnánk vagy szeretnénk, de van belső békességünk, van örömünk, ami belülről fakad, mert te adtad azt nekünk. Így áld meg, Uram, a mi gyülekezetünket, áld meg a mi életünket. Így könyörgünk, Urunk, a betegekért. Adj erőt hordozni a betegséget mindaddig, amíg te azt jónak látod. Így imádkozunk mindazokért, Uram, akik terheket hordoznak, akik nehézségeket élnek meg. Uram, te megígérted, hogy te olyan Úr vagy, aki megindulsz a mi gyengeségeinken, erőtelenségeinken. Uram, áld meg mindazokat, akik keresnek, hogy legyen találkozásuk te veled. És így kérünk téged, hogy hallgass meg bennünket, és halld meg a most csendben elmondott imádságainkat is. Hallgass meg, Urunk, Jézus Krisztusért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeretében. Övé legyen a dicsőség most és örökkön örökké. Amen. Foglaljunk helyet.